A járvány miatt idén szigorúbb szabályok vannak érvényben a szekszárdi családbarát strand és élményfürdő területén. Bár ugyanúgy, mint az ország többi strandjára, ide is védettségi igazolvánnyal lehet csak bejutni, ez sem vette kedvét azoknak, akik az idei év első igazán nyárias szombati napján strandolni akartak. Szekszárdiak vagyunk, ma jöttünk ki először a strandra, és a gyerekek miatt főleg nagyon jól érzik itt most magukat. Nem csak a parton, a medencékben is szép számmal voltak vendégek, a strandolók már nagyon várták, hogy végre felfrissülhessenek. Nem is csoda, hiszen az üzemeltetők mindent megtesznek a vendégek érdekében. Hatalmas letfalon mennek a zenei és sportvetítések és közvetítések egész nap. A csúszdák is működnek már, a napvitorlák pedig szinte mindenhol árnyékot biztosítanak, de akinek ez sem elég, az ingyenesen élvezheti az egész strand területén elérhető wifi hálózatot. Nagyon örülök, hogy megnyílt ez a fürdő, mert én kezdetektől fogva mindig jártam ide. Idén a tavalyi drasztikus emeléshez képest jelentősen csökkentek a szekszárdi strand jegyárai. Egy két gyermekes négy tagú család akár 25%-kal olcsóbban több ezer forintot megspórolva tud itt pihenni. Emiatt újra egyre népszerűbb a családbarát élményfürdő. Igen, pont ezt beszélgettük, hogy valószínűleg. Tehát, hogy mintha a tavalyról egy kicsit többre emlékeztünk volna, úgy összességében. A szekszárdi strandon évek óta egyre többen pihennek a távolabbi településekről érkező vendégek. Már az első jó idő beköszöntekor is voltak, akik akár egy másik megyéből is útra keltek, hogy itt pihenjenek. Nagyon jól érezzük magunkat, és hatal jöttünk. Honnan jöttünk? Pécsről. A Tolnai megyeszékhely családbarát strandja idén a tervek szerint egészen nyár végéig lesz nyitva a tavainál jóval olcsóbb árakon. Az üzemeltetők pedig a szezon végéig tervezve rengeteg programmal készülnek.